És folytatjuk is a beszélgetéseket. Tegnap az igazságügyi minisztérium előtt volt, most pedig itt van nálunk a stúdióban Kálmán Pikó és Vanek Veszter Káros voltak képviselni. Jó reggelt kívánok! Jó reggelt kívánok, és üdvözlöm a nézőket is! Viszonylag hosszabb idő után most újra tüntettek. Miért pont most, mikor a hírek szerint pont a napokban kapják meg a károsultak a leveleket? Részben ezért, tehát hogy húzták ezeknek a leveleknek a kiküldését, illetve ezt továbbra sem küldték ki, illetve valószínűleg postára adták, sajtóhírek erről szóltak, ezt mi még nem kaptuk meg. Tegnap én összesen egy darab ilyen kis politikai nyilatkozatot kaptam a kormánytól, amiben saját magát töménezi. Kártérítési határozatot idáig még senki nem kapott. És ugye az aligha valószínű, hogy a kártrendezési alapnak az utolsó napig nem volt lehetősége arra, hogy bárkinek is kiküldje. Tehát idáig senki nem kapott még ilyen határozatot. Elhúzzák a maximális ideig, amíg egyáltalán a hatályban lévő törvény szerint megtehetik, vagyis a befektetővédelmi alapnak, aki üzemeltette ezt az új kárrendezési alapot, és amiknek a neve szerint is a befektetők védelme lenne a feladata, ez kimondottan kártalanítja, illetve kimondottan késlelteti a kárrendezést. Tehát... De még ugye, ha jól értem, akkor a törvényi határidőn belül vannak. Tehát április 1-jéig kellett megállapítani azt, hogy kinek milyen kártérítés jár, és utána van egy határidő a levelek az értesítések kiküldésére? Nem, március 31-jéig kellett kiküldeni a levelet. Jogszerint ez egyébként annyit jelent, hogy tegnap éjfélig postára kellett nekik adni, és arról szólt az alapsajtó közleménye a tegnapi nap folyamán, hogy ezt 98%-ban megtették. Tehát 2%-ban nem tudták tartani ezt a határidőt, 98%-ban formálisan betartották, viszont az látszik, hogy nyilván nem a tegnapi nap délután nyomtatták ki ezt a 32.000 határozatból 31.000 határozatot, ezek már a korábban is kiküldhetők lettek volna, ugye a BEVA üzemelteti ezt az új alapot is. Náluk ugyanezek a kérelmek már az előző alap folytán tavaly júniusban ben voltak, tavaly június elején, mégis az utolsó napig, az utolsó óráig elhúzta. Ez az egyik problémánk, ami van. De ezen kívül nagyon sok további problémánk van a kárrendezéssel is. A kárrendezéssel a következő probléma, hogy ugye ez az új kárrendezés jelentős levonásokat eszközöl, részben diszkriminatív módon, ez az egyik probléma. Hát ezeket ugye a törvény határozza meg, hogy miket kell levonni ezekben az összegekben. Így van, ezeket a törvény határozza meg, viszont ez annyit jelent, hogy nullától 100%-os kárrendezésig minden előfordulhat, nagyon sokan csak nullát vagy kis kárrendezést fognak kapni. Most... Maradjunk egy picit ennél a kérdésen, hogy azok a nézőink is, akik mondjuk szerencsésebbek és nem kvesztor károsultak, hogy ők is ezt pontosan értsék. Mi az, amit jogosan le lehet vonni ebből az összegből? Tehát a visszatérítendő összegben. Vitatjuk a törvény alkotmányosságát, de a törvény szerint az van, hogy a kötvények bekerülési értékéből maximum 30 millió forintot vesznek figyelembe, ebből levonnak 3 millió forint fölött 11%-ot, illetve levonják az összes múltban kapott hozamot. Gyakorlatilag erről szól a törvény, ez a két fő levonás van benne. Ugye a kárrendezési alap limitálva van, a levonások nincsenek limitálva, tehát ebből jönnek ki azok az esetek, hogy lesz olyan, akinél negatív kárrendezést fognak megállapítani. Összességében körülbelül 40% az, amit ki fognak fizetni a hátralévő kárból. Ugye kifizettek a tavalyi évben a befektetővédelmi alap a normál, nem kvesztorra szabott törvények alapján 87 milliárd forintot, maradt még körülbelül 131 néhány milliárd forintnyi kár, és ebből az igazságügyi minisztérium államtitkár, amikor előterjesztette a parlamentbe ezt a törvényt, arról beszélt, hogy 60 milliárd az összkártérítés, amit kifizetnek, 3 milliárd a Hungária ügyfelekre megy ki, tehát a 131 néhány milliárdból 57 milliárdot fognak kifizetni. Ez nyilván csak úgy jön ki, hogyha vannak 100%-osok is, hogy elég sokan nullát vagy nulla közeli értéket kapnak.
De a 0% az hogy jöhet ki, hogyha megvan, hogy miket lehet levonni, és egyébként megvan, hogy a pénz, amiért vásároltak ezeket a részvényeket, azt visszakapják, csak csökkentve ezekkel a levonásokkal. Hogy jöhet ki ebből az, hogy valaki egyáltalán nem kap kárterítést? Az összes valaha kapott kamatot levonni rendelik. Tehát, hogyha valaki betette a pénzét 2008-ban, ott volt 2011-ig, azért kapott valamennyi kamatot. Ekkor mondjuk vett belőle egy lakást. Tételezzük fel, hogy berakott 7 millió forintot, kapott rá az évek során 2,5 millió kamatot, kivette az egész összeget. Utána megjelent 2014-ben, egy darabig nem volt semmiféle pénze, megjelent 2014-ben, volt már valamennyi kisebb pénze, betette mondjuk 1 millió forintot. Tőle is levonják a teljes 2,5 millió forint kamatot, már is nullában van. Van egy másik ilyen viszonylag egyszerűen megérthető eset, nagyobb károsultaknál. Ben volt, soha nem vett ki egyetlen fillért se, betett például 50 millió forintot, kapott rá az évek folyamán mondjuk 35 millió forint kamatot, így összességében van... 50 millió forintra kaphatott 35 millió kamatot? Ne felejtsük el, hogy ugye a... 2010 előtti időszakban nagyon magasak voltak még az állampapír hozamok, a Questor, illetve általában a hozam környezet. Tehát az állampapírok hozama is 10%, illetve kissé 10% fölött volt ebbe. Ugye ez az az időszak, amikor még a bajnai kormány az IMF-hez kényszerült fordulni, és elég nehéz volt a magyar államadóságnak a finanszírozása. Ilyen 10-10,5%-os állampapírkamatok voltak, a Questor kötvények kamatai pedig mindig az állampapírokhoz voltak kötve, a fölött 1,2 vagy 1,5%-a voltak sorozattól függően. Ez annyit jelent, hogy gyakorlatilag a 2007-től mondjuk olyan 2010-2011-es időszak között itt 10% körüli hozamokról beszélünk. Tehát itt, és ez az, amit most mondjuk mindenképpen elveszítenek a károsultak. És ez az, amit most elveszítünk is egy ilyen nagyobb károsultnál, aki nem vett ki semmiféle összeget, ez annyit jelent, hogy a szokásos kamatokat, amit egyébként az összes többi pénzintézetben is hasonló kamatok voltak abban az időszakban, tőle ezt most mind levonják, és így őnála, ugye van 85 millió forintnyi követelése a példában, levonnak bele, ebből 30 milliót vesznek figyelembe, mint alapot, a levonások korlátozás nélkül vannak, tehát a 35 milliót levonják, és már is ő is 5 millió forint negatívum tartományban van, nem kap vissza egyáltalán semmit, noha soha nem vett ki semmiféle pénzt. És több ilyen további eset van. Ön szerint a károsultaknak hány százaléka lehet, aki egyáltalán semmit nem kap vissza majd? Nehéz megmondani, nem jelentéktelen százalék lesz, több ezer ilyen ügyfél lesz vélhetően. Elég sok, gyakorlatilag azok érintettek benne, akik régi ügyfelek. Régi ügyfelek, vagy pedig nagy követeléssel rendelkeznek, nem jelentéktelen százalék lesz, tehát itt vélhetően egy több ezres csoportról beszélünk, és igazából nem az a két csoport van legnehezebb helyzetben most a döntésnél, aki nullát vagy 100%-ot kap, mert az értelemszerűen elfogadja vagy elutasítja. A legnagyobb... Nem az átlag, aki mondjuk 40%-ot kap. Az átlag, aki 40%-ot kap, és aki nem tudja, hogy érdemes-e ezt elfogadnia. Ugyanis nagyon fontos információk hiányoznak. Ilyenkor, tehát megkapja valaki az értesítőt, és akkor van egy lehetősége, hogy dönt, hogy ő ezt elfogadja vagy sem. Ha nem, akkor mit tehet? Akkor jeleznie kell a kárrendezési alap felé, hogy nem kíván a kárrendezésben részt venni. A sajtóhírek szerint ez a nyilatkozat benne lesz a határozat mellett, amit megkapunk majd postán. Egyébként letölthető már hónapok óta a befektetővédelmi alap honlapjáról. Azért volt erre szükség, vagy van erre szükség, ugyanis bejelentkezni, nem ebbe a törvénybe kellett bejelentkezni, hanem a kárrendezési igényünket a többség még az előző Questor 1-es törvényhez adta be, amely egy lényegesen kedvező feltételeket megállapító törvény volt. Most ugye lényegesen kisebb kárrendezés összeg, tehát ugye a 100% helyett átlagosan 40% lesz, lényegesen kisebb összeg jön ki, és ezáltal mindenkinek joga van ebből kilépni, és a
nehéz helyzet azoknál van, akik valahol középen vannak, ugyanis azt ismerjük, hogy a mérleg egyik serpenyőjében mi kerül, de nem ismerjük, hogy milyen vagyon van. Ezt nem hozták nyilvánosságra, tehát aki nem lép bele, az nem ismert, hogy milyen kárrendezést tud elérni saját jogán bíróság előtt. Összesen ugye 32 ezer ügyfélről van szó, meglátjuk majd és várjuk majd vissza, amikor talán többet tudunk majd arról, hogy hány százalékuk nem fogadta el ezt az összegszerű javaslatot, amelyet kapott. Köszönöm, hogy itt volt ma reggel. Köszönöm, viszontlátásra. Most pedig következik a híradó.